Tradicionális roma napot rendeznek a Dombóvári Vásártéren szeptember 16-án. Az eseményre érkezőket számos izgalmas program várja, egyebek mellett főzőversenyen mérethetik meg magukat a résztvevők, de lesz ki mit tud is, amelyen különleges fődíj várja a legtehetségesebb fellépőt. Ez a program felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt szól, hiszen a gyerekeknek lesz egy kis vidámpark kialakítva, amit nyilván használhatnak egész délután. Remélem, hogy szombat délután is az idő kegyeibe fogad minket, és minél többen látogatják meg ezt a rendezvényt. A rendezvényre több kulturális műsorral is készülnek. Többek között roma kultúráról szóló előadással és táncos fellépésekkel kápráztatják el a közönséget. A kora esti hangulatról Gabi gondoskodik majd, akit a nagybajomi fiúk hagyományőrző együttese követ. Az esemény fontosságáról Forgács Sándort, a rendezvény egyik főszervezőjét, a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjét kérdeztük. Elsősorban összetartozás miatt, meg hát a kultúrát azt ápolni kell, a hagyományokat. Ugye azért is lesz legfőképpen ez a főzőverseny, meg illetve roma hagyomány őrző ez is, mert általában a lecsós ételeket, pörköltes ételeket a romák nagyon szeretik, nagyon jól is megfőzik, és reméljük, hogy ezzel kapcsolatban jó szájízzel fognak mindenki eltávozni. A szervező hozzátette, az esemény az önkormányzat pénzügyi segítségével jöhet létre. 2 millió forintos költségvetéssel dolgozhatott a roma önkormányzat. Azt gondolom, hogy kellőképpen körüljárták a lehetőséget, és próbálták mindig gazdaságosabban felhasználni ezt az összeget. A rendezvényre több 100 főt várnak a településről és környékéről egyaránt, hogy együtt ünnepeljenek és szórakozzanak egy egész napon át.